hálózat vezetésének leghatásosabb módszere a közvetlen személyes kapcsolattartás. A nyomozónak lehetősége van arra, hogy a hálózati személy magatartását közvetlen ráhatással irányítsa. Biztosítsa szakmai, politikai, erkölcsi nevelését, és ellensúlyozza a hálózati személyre ható esetleges káros, ellenséges befolyást. A nyilvános helyeken történő kapcsolattartásnál lényeges követelmény az alkalmas hely kiválasztása. Arra kell törekedni, hogy könnyen megközelíthető legyen. A nyomozó és a hálózati személy megjelenése, ott tartózkodása indokoltnak tűnjön, elkerülhető legyen az ismerősökkel való találkozás. A konspiráció biztosítása érdekében mindkét félnek legendával kell rendelkeznie a jelenlétre és a másik személyre vonatkozóan. Ezek a körülmények biztosítják a találkozó zavartalan lebonyolítását. A találkozók lebonyolításánál ügyelni kell a pontosságra. Először a nyomozó jelenjen meg. A találkozók időtartama a helyhez és a feladathoz igazodva rövid legyen. A jelentés átadása és átvétele kapcsolódjon az adott találkozási hely lehetőségeihez. A gyakorlatban a legtöbb találkozót különböző vendéglátóipari helyiségekben bonyolítják le. Az előzetes tanulmányozás során el kell dönteni, hogy a helyiség elrendezése megfelelő a követelményeknek, és a helyiségen belül melyik a legalkalmasabb rész a találkozóra. Célszerű a boxos elrendezés, mert zavartalanságot biztosít a megbeszéléshez. Törekedni kell a legszeparáltabb hely kiválasztására. A hálózati személyt állandóan nevelni kell arra, hogy a konspiráció érdekében csak megfelelő önellenőrzés után menjen oda a nyomozóhoz. Hely jellege nem teszi lehetővé a jelentés megírását, a hálózati személyt ki kell oktatni a jelentés átadásának módjára. Ebben az esetben újságcserével oldották meg a természetes felszolgálási szituációt kihasználva a jelentés átvételét. Ha a nyomozónak nincs módja a jelentést elolvasni, akkor a hálózati személy elmondja annak tartalmát, és a megbeszélés során tisztázzák a részleteket, feladatokat. A beszámoltatás és a feladatadás külső szemlélő számára hétköznapi beszélgetésnek tűnik. A találkozás időtartamától függően fogyasztásuk a helyiség jellegének megfelelő. A találkozó egész időtartama alatt fontos a konspirációs szabályok betartására ügyelni. A nyomozó feltűnés nélkül figyelemmel kíséri a környezet változásait. Ha véletlenül ismerős érkezne a helyiségbe, az előre megbeszélt legenda alapján kell a hálózati személynek és a nyomozónak viselkedni. Előfordul, hogy más lehetőség hiányában a találkozót nyílt helyiségben kell lebonyolítani. Különösen vidéki viszonylatban fordul elő, hogy olyan étteremben vagy vendéglőben folytatják le a találkozót, ahol az elkülönülés nehezebben megoldható. Ilyenkor lehetőleg olyan időpontban kell a találkozót megtartani, amikor a helyiség forgalma kisebb. A nyílt helyiségek közül is elsősorban azok alkalmasak, amelyek több teremből állnak. Az első helyiségek rendszerint látogatottabbak. A belépő vendégek elsősorban itt néznek körül, itt keresnek helyet. Ezért nagyobb a mozgás, a dekonspirációs veszély. Célszerű a belső termek valamelyikében helyet foglalni.